Sok szeretettel köszöntöm mindazokat, akik a ma estén bekapcsolódnak ebbe a három estére tervezett lelki gyakorlatos beszélgetés sorozatba. Talán furcsán hangzik, de fontosnak látom, hogy hangsúlyozzam, szeretnék mindazokkal egyfajta beszélgetést kezdeményezni, akik fontosnak tartják, hogy a nagy hét kezdetén együtt készüljünk a húsvét ünneplésére. A Debreceni Szent Anna plébánia híveivel, illetve mindazokkal szívesen találkozom ebben a formában, akik ezt az online lehetőséget elfogadják. Beszélgetünk, pedig a technika segítségével egymással, de ugyanakkor legmélyebb értelemben a Szentírás egy-egy választott szereplőjével, és reményeim szerint Istennel is. A tegnapi estén az Ószövetség egy bölcsét hívtuk meg a beszélgetésünkbe a prédikátort, aki azt üzente, hogy a szívünkben jelen van az örökkévaló. A mai estén egy másik titokzatos alakkal, a profétai irodalom egyik különleges szereplőjével, a Szenvedő Szolgával szeretnék együtt beszélgetést kezdeni. A Szenvedő Szolga Izajás könyvéből ismert a számunkra, a hozzáértők azt állítják, hogy Izajás próféta, vagy egy későbbi névtelen próféta az ő nevében, a Krisztus előtti 6. század idején vetette papírra azokat a sorokat, amelyekben önmagában is egy különleges beszélgetésnek lehetünk a tanúi. Egy olyan beszélgetésnek, amelyet Isten folytat az ő választott szolgájával. Ez a szolga Hol neki válaszol, hol meg másokkal, talán Izraelhez tartozókkal, vagy éppen Pogányokkal folytatja a beszélgetést. A Szenvedő Szolga négy énekét különböztetjük meg a leggyakrabban. Igaz, más szövegekben is találkozunk hasonló motivumokkal, de ezt a négy éneket, amelyeket Izajás könyvének 42. 49. 50., majd 52-53. fejezeteiben találhatunk meg. Ezt a négy éneket azért is olyan érdekes elkülöníteni, mert egy történet rajzolódik ki bennük. Egy történet, ennek a bizonyos szolgának a története. Az elsőben Isten bemutatja őt, mint szeretett gyermekét, akire büszke. A másodikban a szolga szólal meg, és a küldetéséről, illetve már ezzel kapcsolatos nehézségeiről beszél. A harmadik ének, immár az ötvenedik fejezetben, a szolga vallomása arról, milyen lélekkel vállalja a megpróbáltatásokat, amelyek őt a küldetése közben a lehető legteljesebben érik. A negyedik ének a leghosszabb, az 52. és 53. fejezetben találjuk meg, az 52. fejezetnek a 13-as versénél kezdődik el. Ha valaki teheti, vegye kézbe ezt a negyedik éneket, és olvassa akár most, akár később. Ebben a leghosszabb énekben előbb Isten szólal meg, aztán egy közösség hangját halljuk, amint a szolgáról beszélnek, és végül harmadik részben újra Isten val az ő szolgájáról. Ebben a negyedik énekben a szolga már halott. Isten mégis úgy említi őt, mint aki felmagasztaltatott, mint aki dicsőséges lett, mint akinek a küldetése minden látszat ellenére beteljesedett. A közösség pedig, amelyik az ének középső részében beszél, újra csak azt állítja, hogy köze van a szolga küldetéséhez, bűnbánattal tekintenek vissza arra, ami vele történt. Elfogadják, hogy értük ment a szenvedésbe és halába. Ez a bizonyos negyedikének nagy pénteken hangzik el a liturgiában. Még nem tudjuk, hogy vajon egyáltalán részt vehetünk-e ezen a nagypénteki szertartáson. De azt már értjük, Ugye mindannyian kihalljátok ezekből a szavakból, hogy a négy ének, illetve a bennük élet életsors számunkra, keresztények számára világos módon Jézus sorsában teljesedik be. Hiszen ő az, akit Isten, mint szeretett gyermekét bemutatta, a világba bevezette. Ő az, akiről el lehetett mondani, hogy a megroppant nátszálat nem törte el. A pislákoló mécsbelet nem oltotta ki, szelíd volt és alázatos, és az ő szavára vártak a szigetek, vagyis az ő szava volt az, ami valami titokzatos módon az egész emberiségnek üzent. Az első ének, így Jézusra értelmezve, úgy is új értelmet kap, ha benne a teremtésre tett utalásaiban azt a teremtésben is résztvevő fiút fedezzük fel, aki ott volt a világ teremtésénél, akiről János Evangélium azt mondja, minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Jézus a fiú, akit Isten büszkén bevezet a világba, akiben ezt a világot és benne minket is megteremtett. A második ének, amely a szolga küldetésének egyetemességét hangsúlyozza, sajátos módon tanúskodik arról, ahogyan a szolga Istenre tekint. Ahogyan azt mondja, a tegzébe rejtett engem, kezének árnyékában nevelgetett engem. De aztán ez a szolga nagyon őszinte. Azt mondja, azt gondoltam, hiába fáradoztam, és haszontalanul tékozoltam erőmet a szolga útjában, mintha ott volna minden ember útja. Hiszen minden ember sokat kap a szüleitől, legalábbis azok, akik hálásan tekintetük rájuk, nagyon pontosan tudjuk, hogy mennyi mindent elrendeztek az életünkben előre, vagy legalábbis az életbe vetett bizalmunkat megalapozza mindazok szeretete, akik gyermekkorunkban szerettek bennünket. De aztán éppen akkor, hogyha nekivágtunk nagy szívvel, nagy ideálok szerint az életnek, akkor minden bizonyal elérkeznek a megtöretésnek a pillanatai is. A harmadik ének, amelyik arról szól, hogy a szolga reggelente megnyitja a fülét, hogy Isten tanítsa őt, Isten minden reggel újra tanítványá teszi ezt a szolgát, és aztán hozzáteszi, ő pedig szikla, kemény arccal ellenáll a rázuduló gyalázatnak, ez arról tanúskodik, milyen nehéz megőrizni ezeket az ideálokat bizonyos élethelyzetekben. Milyen nehéz hűségesnek maradni a szent célokhoz, amelyekért valamiért, valamikor harcba indultunk. És közben nem csak szikla keménynek lenni, hanem érző szívűnek, nyitott szívűnek, nyitott fülűnek, Isten és az emberek felé. A harmadik ének Jézusnak azt a tulajdonságát juttathatja eszünkbe, hogy ő nem csak radikális volt, nem csak bátor az ige hirdetésben, hanem végtelenül irgalmas és szerető szívű a környezete iránt és hogy milyen benyomást tesz ránk a negyedik ének. Nekem leginkább egy vihar utáni csend képe jut róla eszembe. Az az idő, amikor a hullámok már elcsitultak, amikor azt érezzük, a harc véget ért, de nem volt hiába való. Szinte kábultan, a fáradtságtól sújtottan, vagyunk ott, talán tudjuk, hogy mindez értünk történt, valaki értünk szállt harcba, és értünk adott oda mindent. És most bánatosan, de azért mégis reménykedő megköszönjük ezt az áldozatot. A szenvedő szolga négy énekét az egyház nagy héten olvassa virágvasárnap is halljuk a harmadikat, aztán nagy hétfőn, nagy kedden és nagy szerdán újra kezdődik a sorozat, az első, a második és a harmadik ének olvasása, és ahogy már mondtam, nagy péntek délután újra meghallgatjuk a negyediket, a legteljesebbet. Egyrészt azért ismétlődnek így, mert újra meg újra segítenek bennünket hogy az életünk különböző körforgásaiból odalépjünk Jézus mellé. Vagy talán azt lehetne mondani, imár felismertük, hogy a szolga útja a mi útunk is, így ismerjük fel, hogy Jézus mellénk lépett. Hogy nem csak harcosan, nem csak bátran, nem csak ennek a bizonyos szenvedő szolgának a végtelen határozottságával, hanem egy gyermek őszintességével, a kiszolgáltatott ember együttérzésével is mellettünk áll, és segíteni kíván az ő jelenlétével. Nagy hét nem csak annak az ideje, hogy rácsodálkozzunk, Jézus sorsában Isten akar részvétel lenni a világ iránt, hanem annak az ideje is, hogy felismerjük, ez a részvét nem távoli, nem csak az egész világnak szól, hanem nekünk, akik boldog gyermekként indultunk a világba, akik megtapasztaltuk, vagy elkezdtük hinni, hogy küldetésünk van, hogy valami nagyot és szépet szeretnénk megélni. Aztán néha beletörött a bicskánk. Nem voltunk többre képesek, mint hogy oda tartsuk a hátunkat az ütlegelőknek, ahogyan a szolga val a harmadik énekben. És mégis ez a négy ének Krisztus kereszthalálával együtt azt hirdeti, hogy volt értelme megmaradni az üresség tapasztalata ellenére. Volt értelme ott is kitartani. Az az üresség, az a kísértő hiába valóság, az is tanított minket valamire. Ha a szenvedő szolga névtelenségbe is burkolózik, mi felismerjük benne Jézust. És talán reméljük, hogy Jézus is felismer minket, amikor szinte felismerhetetlenné, láthatatlanná válunk, mert letévedtünk az élet útjáról, mert ahogyan a negyedik ének mondja, mindannyian, mint a jóok úgy tévejektünk, ki ki a maga útjára tért. Isten az ő vállára rakta a mi bűneink terhét. Milyen ma a szenvedő szolgával beszélgetni? Meg tudjuk-e engedni magunknak, hogy egy olyan foglaljon helyet a körünkben, aki értünk szenvedett, és aki nem irigli tőlünk az ő szenvedését. A negyedik ének itt Izajás könyvében, a szenvedő szolga negyedik éneke arról tanúskodik, hogy Isten megszerette ezt a szolgát, és értékesnek találta az áldozatát. Nem vonta őt vissza, akkor, amikor értünk, jelen valónak kellett maradnia. Milyen beszélgetni valakivel, akit a szenvedés próbára tett? Vajon milyen mélyen szólít meg minket is a gyengeségünkben, a hiába valóság érzésünkben, az elárult gyermekkorunkban, ha most veletek itt együtt ülhetünk? együtt elmélkedhetünk ezekről a szövegekről, akkor ebbe az új körforgásba lépünk be. Az életnek nem csak a nap, a víz, a természet elemei adnak körforgás jelleget, ahogyan a prédikátor könyvéről elmélkedve gondolkoztunk róla, hanem az élet nagy megindulásai és nagy megtorpanásai is. Ha Egyfelől az Isten örökké valóságának ígérete, ami a szívünkben van, ez az, ami segít kiszakadni a fogságból, a rabságból. Akkor másfelől, most úgy ismerjük meg Jézust, mint velünk szenvedőt, aki ezekben a nehézségekben állítja azt, van értelme. Isten szeretett terve ott van mindenek fölött és mindenek mögött. A szenvedő szolga az Ószövetségben névtelen. Holnap a harmadik alkalommal egy olyan szereplőt szeretnék megszólítani és meghívni, aki már még mindig titokzatosan, de világosan Jézusra mutat. És talán ezzel segít, hogy mi is leginkább felfedezzük őt, és jelenlétét, amelyel mellettünk áll.